Jó estét kívánok, kedves nézőink! A konkrét mai vendége Csengeri Mária, Móra iskola igazgatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem olyan rég beszélgettünk még hozzá a középiskola részlegről, az iskola középiskola felével foglalkoztunk, de az általános iskola legalább annyira izgalmas, hiszen az óvodásoknak, a szülőknek el kell dönteni, hogy hova tovább. Ilyen szempontból hogyan jellemezhetjük az iskolát? Jó estét kívánok! Hát a Gyuri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma, ahogyan a neve is jelzi, ez a hosszú név, összetett intézmény, most az általános iskolai beiskolázás az, amivel kell foglalkoznunk. Az iskolánk az általános iskolásoknak is nagyon sokféle lehetőséget nyújt. Azért a specialitásainkat meghatározza az, hogy törekszünk az állandóság megőrzésére, de ebben az állandóságban mindig egy kicsit muszáj modernizálni is, hogy a 21. századi elvárásokhoz alkalmazkodjunk. Megvoltak már a nyílt napjaink a leendő elsősöknek. Ezen a nyílt napon bemutatkoztak a különböző osztályaink, a különböző osztálytípusaink. Mégpedig három osztályt tudunk indítani rendszerint, ahogyan eddig is. Az egyik osztályban a nyelvi irányultságot vettük számba. Ez a nyelvi irányultság egy kicsit megújul. Ez azt jelenti, hogy ugye a 21. században nagyon fontos az, hogy a nyelvi kompetenciákat is fejlesszük. Ezért az óraszámokon nem változtattunk, aki a nyelvi irányultságú osztályunkat választja, az heti 2 órában tanulhatja első osztálytól harmadik osztályos koráig az angol vagy a német nyelvet, és a 4. osztályban pedig ez megemelkedik 4 órára. A 4. év végén egy olyan felmérést készítünk a gyerekekkel, amely alapján el tudjuk azt dönteni, hogy az 5. osztálytól ebben a nyelvi irányultságban szeretné-e folytatni a tanuló a tanulmányait, vagy hogy ezt szereti-e, valóban alkalmas-e erre, vagy esetleg egy kicsit kisebb óraszámban tanulná tovább ezeket a nyelveket. Tehát ez az egyik osztályunk. A másik osztályunk az hagyományosan rajz és vizuális kultúra orientáltságú volt. Úgy gondoltuk, hogy az idén, azaz a következő tanévtől ebben egy picit modernizálunk. Nem csak a szép érzéket és a kreativitást szeretnénk fejleszteni, hanem ebbe az osztályba a vizuális kompetencia mellé beillesztettük a digitális kompetencia fejlesztést. Azt gondolom, talán ez ami a legnagyobb újdonság most a következő tanévben. Ezt a digitális kompetencia fejlesztést úgy képzeljük el, hogy első osztálytól a 13. évfolyamig át fogja szőni az iskolát. Első osztályban a gyerekek még nem tudnak írni, olvasni, azért jönnek az általános iskolába, és ezt a digitális kompetencia fejlesztést az első fél évben úgy valósítjuk meg, hogy ehhez nincs is szükség írás-olvasás tudásra. Irányítható padlórobotokat fogunk az órákra bevinni, ezen keresztül játékos formában, szinte észrevétlenül az algoritmikus gondolkodásnak a képességét sajátítják el majd a tanítványaink, megtanulnak jól együttműködni egymással, hiszen ezt nem lehet frontális osztálymunkával megszervezni, tehát különös hangsúlyt teszünk arra is, hogy csoportban vagy párosan jól tudjanak dolgozni, és nem is veszik észre, hogy játék közben milyen gondolkodást, milyen logikus gondolkodást sajátítanak el. Nem az informatika tudást szeretnénk itt a kezdet-kezdetén növelni, tehát nem plusz ismereteket szeretnénk adni, hanem képességeket fejlesztünk. Második fél évtől természetes, hogy már tudnak írni, olvasni, ezt is hozzátesszük a kompetenciafejlesztésünkhöz, tehát a digitális kompetenciafejlesztéshez, és aztán másodiktól nyilvánvaló, hogy ez a digitális fejlesztés ugyanebben a mederben folyik tovább, de szépen a 8. évfolyamra, illetve a 13. a robotika irányába fog elmenni. Tehát úgyis lesznek majd informatika órák, itt ezen a digitális kompetencia fejlesztő órán valóban a 21. századi kihívásokra szeretnénk alkalmassá tenni a tanulóinkat. A 4.-5. osztályban már a szövegszerkesztéssel, az Excel-lel is ismerkednek természetesen, és ebbe a programba beleterveztük a gépírásnak az elsajátítását is, már általános iskolában, hiszen ez elengedhetetlen a különböző számítógépek, laptopok, az okostelefonok használatához. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy olyan fontos ismeret, ami ebben a gyerekeinket fogja segíteni. És hát hagyományosan a Mórához kötődik a sportiskola is, és a C-osztályunk az, amelyik a sportiskolai hagyományainkat folytatja. Ebben az osztályban a mozgásnak a szeretetére törekszünk, tehát arra, hogy a különböző mozgásformákat hát megfelelő módon elsajátítsák, illetve meg is tanulják. Segítünk sportágat
választani. Ösztönözzük azt, hogyha valaki valamilyen egyesületben szeretne sportolni, de természetesen nem csak az élsport felé irányítjuk a gyerekeket, hanem egyszerűen csak azt szeretnénk, hogyha a mozgás, az egészséges életmód, az életük része legyen. Igen, az az életük része legyen. Itt az úszás az, amire mi különös hangsúlyt tudunk fektetni az infrastruktúrális feltételek miatt. Azt jelenti, hogy a C-osztályban minden évfolyamon elsőtől negyedikig heti 2 órában úszásórát kapnak a gyerekek, tehát azt gondoljuk, hogy olyan kisdiákunk nem lesz, és nincs, aki ne tanulna meg úszni ez alatt az idő alatt. Ebbe az osztályba, még azért, hogy a szép érzék mozgáskultúra fejlesztését még jobban megalapozzuk, az egyik testnevelés órát néptánc órává alakítottuk át. Ez a néptánc egy picit megújul ebben a következő tanévben, átfogja az összes osztályt, tehát az A-t, a B-t és a C-t is, az A és a B osztályokban is a testnevelés óra az egyik, az néptánc óra lesz, és itt népi játékokat sajátítanak el, természetesen először is később mennek el a népi kultúrának a táncos fele irányába, és a napközis foglalkozásokon még plusz 1 órát kaptak néptáncból az A és B osztályosok, illetve aki még tovább szeretne ezzel foglalkozni, tehát még inkább érdeklődik ez irányban, iskolánknak a Szőlővirágtánc együttese munkájába tud bekapcsolódni. Akkor a órában azért rengeteg minden Igen. van. A nevelő testület hogyan tud, és mennyire nehéz alkalmazkodni, ugye új feladatok, és hát azért a műszaki háttér is fontos az említett digitalizációhoz, hiszen a robotok és egyéb más kütyük nem olcsó. Igen, hát az infrastruktúrális hátteret meg tudjuk ehhez teremteni, tehát annélkül nem is terveztük volna ezt, hogy ilyen irányba megyünk el. Főleg azért is fontos az, hogy ezt megteremtsük maradéktalanul, mert azért itt most gondolom néhány szülő elgondolkodik azon, hogyha ő nem abba az osztályba iratta a gyermekét, mert a nyelvet vagy a sportot fontosabbnak gondolja, akkor mi lesz vele? Természetes, hogy szakköri formában az érdeklődő tanulóknak megszervezzük ezt a digitális kompetencia fejlesztést. A nevelőtestület általában a mórában az évek során az állandó változások miatt pozitívan áll ezekhez. Természetes, hogy bekapcsolódik ebbe a munkába, mindig kell egy-egy olyan vezéregyéniség, aki viszi magával a többi kollégát is. De azért azt ne felejtsük el, hogy a nevelőtestületnek a legfontosabb az, hogy nem csak az, hogy a digitális világban eligazodjanak a gyerekek, hanem hogy biztos alapokat rakjanak le. Tehát ugye azért az alsó tagozatnak a legfontosabb írás, feladata, olvasás, olvasás, számolás. Igen. Ezeket meg kell úgy alapozni, hogy aztán a felső tagozatban ne legyenek problémák. És erre törekszünk, és ezt meg is tudjuk szerintem valósítani. Azért az biztos, hogy pedagógusok számára is ez egy érdekes és különleges feladat, ők is egy picit meg tudnak újulni, és más pedagógiai módszereket alkalmazhatnak, hiszen nagyon sokat hallunk a kompetenciákról, és ezekben ugye nem vagyunk annyira jók még, hát itt lehet egy töréspont, és lehet ezen változtatni. Igen, ehhez muszáj alkalmazkodni, és ezt azért mi folyamatosan meg is tesszük. Egyrészt a kompetencia tesztek, ugye, amelyek majd 6., 8., illetve 10. osztályban jelennek meg, azért arra sarkalnak bennünket, hogy a munkamódszereinken, a pedagógiai módszereinken változtassunk, és ezért is a frontális osztály munka mellett, mert az vitathatatlan, hogy annak nagy a jelentősége, de a más típusú munkaszervezési módokat is alkalmazzák a pedagógusok. Főleg azért is fontos egyrészt a pedagógiai kultúrának a fejlesztése, mert hogy a gyerekek mások, tehát másfajta ingerekre tudnak reagálni. Másrészt meg azért, mert azért én azt gondolom, minden iskolában fontos egyrészt a tehetséggondozás, másrészt pedig a felzárkóztatás. Másfajta módszereket kell alkalmazni ezeknél a gyerekeknél, akiket ilyen irányban fejlesztünk. És azért az is nagyon fontos része a Móra iskolának, hogy 2 gyógypedagógusunk van, aki azokkal a tanulókkal kis csoportban tud fejlesztő foglalkozásokat végezni, akiknek valamilyen tanulási nehézségük van, és ezek a gyógypedagógusok nagyon jól összedolgoznak a többi pedagógussal. Most ugye egy picit a szülőknek beszéltünk, de hogyha mondjuk a gyerekek is hallgatják, és ők is hát döntés előtt állnak, és a szülőkkel együtt döntenek, akkor miért szeretnek a gyerekek a Mórába járni?
hogyha a gyerekek szemével nézzük a Mórát, akkor természetes, hogy számukra nem az a lényeges, hogy milyen munkamódszerekkel tanulnak, legalábbis nem az elmélete, hanem a gyakorlata. A Mórás tanulók azért szeretnek a Mórába járni, mert nagyon jó a közösségi élet. Tehát három tagozatunk van, ugye alsó, felső és a középiskolai tagozat. Mindegyiknek a diák önkormányzata olyan munkát fejt ki, amellyel számos olyan rendezvényt hoznak tető alá, amelyben a gyerekek jól érzik magukat. Nem sokára itt lesznek a farsangi báljaink, ezek mindig olyan események az iskola életében, ahol a szülők, a gyerekek és a pedagógusok összejönnek, tehát itt személyesen is tudnak találkozni, tudnak tapasztalatot cserélni, meg azért olyan öröm azt látni, ahogyan a gyerekek egy ilyen rendezvényen jól érzik magukat. Tehát látszik az arcukon, hogy szívesen öltöznek be, vagy az osztályprodukciók, amelyek ugye a közösségi munkát fejlesztik, azok is a szülőknek is nagy tetszést okoznak, illetve hát a többi tanulónak is. Tehát ez nagyon fontos, de azért az is jó, hogyha a tanulás mellett ugye az alsósok napköziben is nálunk tartózkodnak, ami nagyon jó dolog, de nem elég csak az, hogy felkészítsük a következő napra, vagy megalapozzuk a felkészülésüket, hanem különböző szakköröket is kínálunk az érdeklődéseknek megfelelően. Számos olyan mozgásos szakkörünk van, ahol zenés tornát nyújtunk a gyerekeknek, vagy a küzdősportokkal ismerkedhetnek, vagy különböző labdajátékokkal, de van logikai vagy nyelvi szakkörünk is. Tehát ebből is tudnak választani, és azért itt nyilván a szülő az, aki dönt, de a gyermeke befolyásolja olyan irányban, hogy ő mit szeretne. És azért ez is színesíti a palettánkat. Mennyire számítanak a képességek? Itt most arra gondolok, hogy mondjuk a sportos osztályokban, vagy akár az említett művészeti ágakat megjelenítő osztályokban kell valami képességfelmérés van, és itt a döntést önök hozzák meg? Van egyfajta felvételiztetés? Azt gondolom, hogy első osztályos tanulóknál nem kell felvételiztetést végezni, hogyha valaki például érdeklődik a rajz iránt, de nem annyira ügyes, és ebbe az osztályba iratkozik be, akkor meg kell adni neki azt a lehetőséget, hogy fejlődjön. És biztos, hogy van olyan része itt a rajz és vizuális kultúrának, amelyben jó tud lenni. Vagy hogyha ez a testnevelés, akkor ott is biztos, hogy lesz olyan része a testnevelés óráknak, vagy a különböző sportágoknak, amelyet meg tud szeretni, meg amelyet meg is tud tanulni. A nyelvet meg már mondtam, hogy azért ugye azt elkezdik tanulni a gyerekek alsó tagozatban, és azért majd 4.-5. osztályban ott a szülővel együtt azt meg kell beszélni a tanulónak, a szülőnek és a tanárnak, hogy célszerű-e tagozaton tovább folytatni, vagy egy lassabb tempóval jobb eredményt lehet elérni. Tehát értelemszerűen azért nyilván, aki sportosabb, őt próbálják meg a sportos osztályba beiratni, és akkor a gyerekeket itt még nem kell terhelni mindenféle felvételikkel, meg egyéb dolgokkal. Mi a teendő a szülőknek a közeljövőben? Mit kell tenniük? És említettük a bemutató órákat, amik már voltak, de meg lehet még ismerkedni az intézmény működésével, esetleg van még lehetőség tájékozódni, és akkor a következő pont, hogy mikor kell a döntést meghozni és beadni a felvételi jelentkezési lapot. A szülők már megismerkedhettek azokkal a képzési formákkal, amelyeket nyújtunk a nyílt napjainkon, de a Móra meglehetősen nyitott iskola a szülők felé is, tehát az nagyon fontos számunkra, hogy a szülőkkel partneri viszonyt ápoljunk. Azok a gyerekek, akik már mórások, minden évfolyamon szoktunk szervezni nyílt napot, amikor a szülők megnézhetik a saját gyermekeiket, mert ez különösen fontos élményt jelenthet számukra, hogy egy másik környezetben is látják őket, hogy hogyan viselkednek. Akik a Móra iránt érdeklődnek, azok az óvodában is tájékozódhattak az iskolánkról, hiszen végiglátogattuk az óvodákat, illetve azok, akik jelezték, hogy hozzánk szeretnének jönni, azoknak az elérhetőségét elkértük, hogy személyesen is tudjunk egyeztetni arról, hogy mik az elkövetkezendő időszaknak a teendői, meg egyáltalán tehát, hogy mi az érdeklődési köre a gyereknek, ezt meg tudjuk beszélni a szülőkkel. A honlapunk az mindig friss, tehát onnan nagyon sok fontos információt lehet megszerezni, ott vannak az elérhetőségeink is, és természetesen minden személyes megkeresésre reagálunk, személyesen is szívesen találkozunk a szülőkkel, időpontot egyeztetünk, és ez megtehető. A Facebook oldalunkon, meg hát a rendezvényeinket népszerűsítjük. Természetes, hogy ott az iskola legpozitívabb oldalát mutatjuk meg képeken és különböző posztokon keresztül. Mikor kell a végső döntést meghozni a szülőknek? Van ilyen konkrét dátum, vagy igazából
A konkrét dátumot én azért nem mondanám, mert az sohasem 100%-osan biztos. Én úgy tudom, hogy az óvodában már felmérték azt, hogy ki melyik iskolát szeretné, illetve hogy hová körzetes. Az óvodákban ezeket én azt gondolom, hogy már le kellett adni. Aztán majd szépen, amikor jönnek sorba a különböző teendők, akkor majd a kormányhivatal közzé teszi a beiratkozási időpontot, ami áprilisban szokott lenni. Tehát most azért van egy elég hosszú időszak, amikor szerintem még lehet azon gondolkodni, hogy az jó döntés volt-e, amit hoztunk, mert minden döntéssel lehet módosítani. És akkor önök segítenek, és a legtöbbszörővel pedig felvetik a kapcsolatot. Persze. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és a középiskolák után az általános iskolával is foglalkoztunk. Természetesen pénteken is várjuk önöket, akkor is lesz konkrét. Addig is a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.